Mai vendégem a Váratlanul adásban Kovácsi Attila, mestercipész. Jól mondtam, ugye, a Igen. megfogalmazást. A mögöttem látható termékek alapján azt kell mondanom, hogy te már kicsit több is vagy ennél, tehát művésze vagy a szakmának. És miután tanulmányoztam itt az életrajzodat, meg már annyi mindent hallottam rólad, megtudtam, hogy Erdélyből származtok, és nálatok generációkról generációra öröklődött ez a szakma, a hivatástudat, a szakma iránti szeretet, úgyhogy nyugodtan mondhatom azt, hogy ti családilag mindig maradtatok a kaptafánál. És akkor rögtön rákérdezek, hogy a Schuster szó az a sértő, vagy a cipész a helyes egyébként a ti szakmátokra? Én úgy gondolom, hogy semmi sem sértő, hogyha azt megfelelően használják, tehát lehet a cipész is, vagy a mester úr is úgy kifejezze, hogy az esetleg sértő legyen. A Schuster szó, mint olyan sok minden más a mi szakmánkban, a német nyelvből ered, hiszen nagyon sok német szakember volt, illetve német hatás érte itt Magyarországon ezt a szakmát, onnan ered nagyon sok kifejezés. Így a Schuster az a javító cipészt jelenti, a Schumacher az pedig a cipő készítő, vagy a cipészt, úgyhogy nagyon sok úgymond Schuster volt itt Magyarországon, akik javítottak is, cipőt is készítettek. Én nem gondolom, hogy ez sértő lenne. Nyilván az én szempontomból, én, ahogy te is fogalmaztál, mestercipésznek vallom magam, és talán ennyi. Akkor nagyon jó, akkor most tudtam meg, hogy tulajdonképpen te a cipőknek a Schumachere vagy. Igen. Egy forma egyes cipésszel beszélgetek, aki ráadásul a borsodi iparkamara alelnöke, egyben a kézműves szakosztálynak is ugye a vezetője. Így van. Akkor teljesen jól felkészültem. Ahogy elnézem ezeket a cipőket, az emlékeztet a gyerekkoromra. Apámnak voltak ilyen cipői, ez nagyon büszke volt rá. Abban az időben mondjuk egy családban egy férfi embernek maximum 2-3 cipője volt, nem nagyon volt ismert az a sportcipő, mint most jelenleg, és adtak is rá, tehát pucolták rendesen. Én is nagyon szerettem apámnak a csizmáját és cipőjét is fényesíteni. Manapság kapható a boltban ilyen, vagy mi a különbség az, amit te kézzel készítesz? Hát gondolom azt is kézzel készítik, amit a boltokban vannak. Ez a batacipő, meg milyenek vannak még Hát nagyon sok cipő van, tehát én inkább úgy mondanám, hogy vannak a konfekciólábbelik, és vannak a kézműves, illetve kézműves cipők, talán így lehetne ezt definiálni. Azon belül is többféle, attól függ, hogy milyen technikával készül. A miénk az túl azon, hogy kézműves termék, és minden munkafolyamat kézzel készül. Ez egy régi technikát használunk, ez pedig a varrott technika, amit inkább többen ismernek, ugye az a faszeges talpú cipő, csizma, ez volt inkább elterjedve korábban, hiszen az is egy kézi készítésű, vagy kézműves technológia. Könnyebben volt elsajátítható, és megfizethetőbb volt, mint a varrott technológia, ami mindig egy kicsit inkább a polgári világnak, vagy a polgári városlakók részére készült, vagy az úri, kicsit mondhatom azt, hogy úri volt, szakmailag is magasabb szinten volt, nehezebb volt elsajátítani, és drágább is volt mindig az ilyen technológiával készült lábbeli.
Majd látom, a történelemben is járatos vagy, gondolom, mert akkor már megkérdezem tőled, hogy azelőtt ilyen Miskolcon is volt több C, és akkor a csizmadiák, cipészek, suszterok, ezek mind külön C-be voltak, vagy ez szakmailag összetartoztak? Hát a céhek azok a 1500-as évektől datálódnak, és az 1860 körül leáldozott a céheknek úgy összességében. Volt, ahol egészen a 1800-as évek végéig még ilyen céhes formák fellelhetőek voltak. Azt kell mondanom, hogy Magyarországon, és ezzel azt nem csak itt, hanem az egész Kárpát-medencét értem, mi magyarok csizmaviselő nemzet voltunk, tehát csizmában jártunk. Ennél fogva a csizmadiák voltak, a vargák és a tímárok. Ezeknek a, hogy ki mit készíthetett, a jogosultsága az mindig az aktuális nemesi vezetéstől függött, hogy milyen cég kapott nagyobb jogosultságot azon a vidéken. A cipőkészítők, vagy a cipészek, azok az 1800-as évek vége után, vagy inkább úgy mondom 1900-as évek elején a polgáriasodással, illetve német hatásra, mint ahogy már korábban is utaltam rá, jelentek meg először a magasszárú cipők, és utána a félcipők, elsősorban a polgári vidéken, városokon, és utána gyűrűzött be aztán később vidékre is, leginkább akkor, mikor már a gumicsizma is megjelent, és akkor a bőrcsizmák kora leáldozott ezzel, mert felváltotta a gumicsizma, ami egy sokkal olcsóbb és tömeggyártásba előállított. A személyes kíváncsiságom, ha már Erdélyből jöttél, ez egy degradáló szó, hogy bocskoros? Vagy az milyen fajta cipő, milyen fajta lábbeli a bocskor? Mert ugye egy... Nem, igen, a bocskoros az minden, az legdegradáló volt, az utalt egy kicsit a talán a származásra, hiszen a bocskor az egy nagyon egyszerűen elkészíthető, bőrből készült viselet volt. Nem csak a románok, hanem magyarok is hordták a bocskort. Az egy nyári viselet volt, amikor éppen nem mezitláb jártak az emberek. És ugye azt a csizma, amikor elkopott végképp a csizma, akkor a csizma szárát újra használták, nem dobták el, abból készítettek bocskort. Ez azért volt, hogy amikor a tarlón jártak, vagy valami olyan helyen, ne szúrja össze-vissza a talpát az embereknek. És elsősorban igazából a paraszti, illetve hát mondjuk úgy, hogy a szegényebb sorsú emberek viselték a bocskort. Köszönöm, ennyivel is okosabb lettem. És akkor térjünk már arra, hogy már 10 éve vagy ugye a szakmában, és folyamatosan versenyről versenyre játsz, a cipőidet kifejezetten igényes emberek vásárolják, hiszen az A kategóriá, hogy figyeltem, azért szépen 100 000 forintnál kezdődik nálad egy igazi szép mutató cipő, és hol a határ? Hát igen, egy két helyesbítést szeretnék tenni. Tehát igen, valóban helytáll, tehát több mint 10 éve elkezdtem ezt a, mondjuk így, hogy exkluzív férfi cipőknek a készítését, de gyakorlatilag a szakmában már 30 éve, hogy itt vagyok. Addig is lábbelikkel foglalkoztam, csak egészen más stílusú és más típusú cipőket készítettem. Az árak viszont helye közel, igen, 100 000 forint fölött kell pozícionálni. Én azt mondom, hogy határ a csillagos ég, nem tudok felső határt mondani, mert ugye ez nagyon sokat függ attól, hogy milyen típusú alapanyagból készül egy cipő, mert egy borjúbőr cipő, ami... Van ilyen, hogy sevró? Sevróbőr? Van még ilyen? Van, igen, igen, igen. Sokat hallottam apámtól, hogy egy sevróbőr cipőt akar, meg csizmát.
Igen, hát tulajdonképpen a sebró bőr az a kecskének a bőre, amit nagyon finoman készítette ki. Volt külön női cipőhöz való, meg férfi cipőhöz kikészített sebró bőr. Ezek mindig arra utaltak, hogy tartós volt, de nagyon kényelmes viselet volt, mert puha volt, nem törte fel a lábát, és szép fénye volt, úgyhogy ezek nagyon jó, mai napig is nagyon jó alapanyagnak számítanak. A tiéd aztán egy kicsit bizalmi állás is, mert ugye azzal kezdődik, hogy valaki leveti a cipőt előtted, és ott van előtted zokniba. De azért én megkérdezem, hogy gondolom büszke is vagy egyébként a vásárlókörödre, vannak visszatérő törzsvendégeid, akik büszkék arra, hogy Attila cipőbe járhatnak. Meg lehet mondani, hogy kik azok, vagy legalább csak a foglalkozásukra nézve azt nekem valami útmutatót, hogy... Igen. Hát igazából így konkrét nevekre nem szeretnék kitérni, de elmondhatom, hogy azért elsősorban is ez mindenkire jellemző, aki nálunk cipőt rendel, hogy olyan emberek, akik saját magukra igényesek, tehát nem csak arra igényes, hogy milyen autója van és milyen karóra van a karján, hanem arra is, hogy miben jár, tehát milyen öltöny van rajta, ahhoz milyen cipőt vásárol és milyen kiegészítőket. De hogy egy kicsit mégis jobban válaszoljak, de ez egy ilyen gyűjtő. A megrendelőink jelentős része az üzleti világból érkezik, tehát ahol fontos a megjelenés, a gazdasági élet szereplői, tehát vállalkozók, gazdasági szakemberek, de ugyanígy megtalálhatóak ügyvédek, művészemberek, politikus? Politikus. Kérem? Politikusok is? Politikusok is vannak, nem annyira jellemző. Nem annyira jellemző, de vannak, igen. Van egy barátom, biztos ismered egyébként, a melyik villa? Itt a villa szálló. Lévai. Lévai Laci, igen. És olyan büszkén mutatta, hogy neki olyan cipője van, ami nekünk nem lehet, mert az csak neki van. És gondolom, te is úgy vagy egyébként, hogy ha találkozol valakivel, akkor első ránézésre lehet, hogy már nőknél is csak a cipőjét nézed meg először? Nem, én a nő... Nem? A nőknél nem a cipő. A nőket megnézem, persze, természetesen, mint minden férfi ember, elsősorban a nőt nézem meg, de az elmondható, hogy megnézem az emberek, milyen cipőbe járnak. És én azt gondolom, hogy nyilván ezek a lábeliknek az ára viszonylag magas. Itt mindig azt kell megnézni, hogy mit, miért. Tehát, hogyha az ember vesz egy viszonylag jó minőségű konfekció cipőt az üzletben, és annak megnézzük az élettartamát, vagy rendel egy pár cipőt, és annak az élettartamát megnézzük, akkor nagyon könnyen kiszámítható, vagy látható az, hogy igenis megéri rendelni, mert hosszabb az élettartama, és ahogy te is korábban utaltál rá, hát igen, nagyapáink ilyen cipőbe jártak, viszont akkor még nem volt fogyasztói társadalom, ahol arra ösztönöznek, hogy vegyél és dobd el, azokat megvigyázták, és 10-20-30 évig, vagy akár egy emberöltőn keresztül kitartott az a lábbeli. Viszont ehhez az is hozzátartozik, hogy tudták is kezelni. Tehát boxolták, sámfázták, és mi ugyanúgy készítjük ezeket a cipőket, mint annó. Nagyon, nagyon tartós a technológia, tehát ez a varrott technológia egy nagyon erős technológia, illetve az alapanyagok, amiket felhasználunk,
azok nem ugyanazok az alapanyagok, mint amit a konfekciócipőkhöz használnak. Tehát ezeket speciálisan, mondjuk úgy talán, hogy a kisipar részére készítik, és sokkal magasabb minőség, hosszabb élettartam, úgyhogy ezek összeadódva eredményezik azt, hogy ezek a lábbelik sokáig tartanak. Magyarországon nagy a konkurenciád? Én azt mondom, hogy sem Magyarországon, sem a világban nem nagy a konkurencia, bár azt kell, azt is látni kell, hogy ez egy szűk keresztmetszet, akinek ilyen típusú cipőre igénye van, és ez a kettő valahol kiegyenlíti egymást. Tehát az igény és a kínálat. Hát azért kérdeztem elsősorban, mert ahogy néztem itt a, hogy mondjam, itt a káderlapodat, így fogalmazza, egyre másra nyered a versenyeket, tehát nem régiben sem Ford Trend, jól mondom, díjat Igen. nyertél, ez mi volt? Meg Wiesbadenben is aranyérmet nyertél, meg sorold már fel, mert ahogy látom, te egy ilyen cipőkészítő versenyző vagy. Tényleg egy Schumacher, azt kell mondanom. Igen, az a helyzet, hogy ahogy te is mondtad, egy cipőkészítő dinasztiából származom. Édesapám inspirált, sok évvel ezelőtt hívta fel a figyelmemet arra, hogy vannak ilyen bajnokságok, ahol érdemes megméretnie magát az embernek. És ő sok-sok éven keresztül, talán mondhatom azt, hogy évtizedeken keresztül versenyzett, és engem is mindig hívott, hogy menjek vele, de mindig csak elodáztam. Úgy gondoltam, hogy nem vagyok kellően felkészült még. És aztán 2007-ben volt először, amikor én elmentem erre a németországi nemzetközi bajnokságra, ahol rögtön egy ezüst és egy bronzéremmel debütáltam. És aztán ez... Ez volt a Wiesbaden. Igen, igen, igen. De és akkor... Bocsánat, ott nektek ott kell összerakni a cipőt, ott kell megcsinálni a nézők előtt, vagy a zsűri előtt? Nem. Oda készen... Nem, ez egy, nagy, ez egy nagyon hosszú és komplex ugye, munkafolyamat. Sok időt vesz igénybe, és több eszközt is használunk ugye, nyilván eközben. És azt nem vállalja fel senki, hogy egy nagyobb mezőnynek ott adott esetben hetekén keresztül biztosítson felületet, ahol ezt el tudja készíteni. Úgyhogy be kell nevezni, el kell készíteni, és utána az elkészült lábbelit el kell küldeni, ahol egy neves szakemberekből álló zsűri hozza meg a döntést. Ők és akkor ki... felpróbálják, vagy megnézik esztétikailag, vagy esetleg futnak benne egy kört, vagy sétálnak egyet vele, vagy hogy történik, de kíváncsi lennék. Igen, hát elsősorban ugye itt a szakmai szempontok érvényesülnek, megnézik, hogy milyen technológiával készült, milyen anyagokból készült, milyen a koncepció, tehát milyen volt az alapötlet, azt hogy sikerült megvalósítani, milyen az összkép, és természetesen azt is meg tudják ítélni, hogy ez hordható-e, anélkül, hogy felpróbálják, hiszen ezeknek a cipőknek minden része, mondjuk úgy, hogy minden felület ki van használva, még a talpi rész is a díszítmények szempontjából, amit mondjuk például egy utcai cipő esetében nem szokványos, de itt felhasználjuk a talpat is arra, hogy dekoráljuk a lábbelit, úgyhogy ezeket a cipőket nem próbálják fel, de nagyon alaposan megvizsgálják. Aztán utána ezeket levédetitek, mert hogy láttam rajta, hogy van egy ilyen, hogy Attila, ez rovás írással, ez az egyik, ugye a márka neved, meg a cipő orrán az a mintázat, azt hogy is nevezik, mert volt ilyen, hogy Budapest nevezetű. Igen, hát ezeket nem védjük le, de maga én a nevet azt levédettem, tehát egyrészt ugye azt a saját nevemből képeztem, mert amikor elkezdtünk
gondolkodni, hogy milyen márkanév alatt kellene a cipőket forgalmazni, akkor az jutott eszembe a dominózus 2007-es bajnokság, amikor bemutattak ott és kihívtak a díjátvételre, akkor úgy mutattak be, hogy Kovács junior, a junior Kovács, mert ugye édesapám akkor már ott veteránnak számított, a junior Kovács, Attila, a Hun, tehát és akkor így ezt így végig gondolva, minden nemzetnek könnyű kimondani azt, hogy Attila, egy egyszerűen kimondható szó, és az Attilát be is tudják a térképen rögzíteni, hogy helyileg hol található, tehát hogy Magyarország, és ugye a Hun rész révén könnyen ide találhat bárki, tehát ez egy... Nagyon, nagyon találó. Úgy tudom, hogy akkor már Budapesten is van üzletetek, és Miskolcon is van, és az, ami különös mind a kettőben, hogy nem úgy történik, mint az egyszerű kínai cipőboltban, vagy a nem tudom, melyik a Deichmann, vagy bemegyünk, és leveszük a polcról, hanem be kell jelentkezni. Hát ez már a csúcs, nem? Igen, tehát igazából ez azért is lett így kitalálva, mert Miskolcon nem egy klasszikus, mondjuk így, hogy cipőboltot működtetünk, hanem a műhelynél kialakítottunk erre a célra egy bemutatótermet, és hát én is elég sokat mozgok, és szeretnénk elkerülni azt, hogy valaki oda megy, és akkor nem találott engem, és akkor így ma már a telefonos időpont egyeztetés az eléggé elterjedt majdnem minden területen. Budapesten van egy fix nyitvatartásunk, de ott is célszerű előre egyeztetni, mert akkor abban az időpontban csak vele foglalkozunk, tehát Te veszed le a méretet? Mert gondolom, hogy minden méretre készül nálatok. Nincs minden méretre készül. Budapesten a kolléganőm veszi a méretet, én pedig Miskolcon. Értem. Tehát olyan nincsen, hogy szortimentben már ott van készen, hogyha be akart menni. Budapesten van egy pár cipőmodellünk, ami standard méretben elkészül, de az ugyanazokból az alapanyagokból és ugyanezzel a kézi technológiával készült. Ezeket azért készítettük, mert Budapesten tehát a Covid előtti időszakról beszélek, azért jelentős külföldi forgalmunk volt, és aki éppen betér, és szeretné hazatérni egy pár cipővel, egy Attila cipővel, hogy akkor legyen rá lehetősége, és ne kelljen rá hónapokat várni, amíg elkészül. Volt valami különleges megrendelésed már, vagy különleges vásárlód, aki egy szortimentbe vett, vagy minden színből vett, vagy egyszerre 10-et vett? Hát vannak ilyen különleges vásárlások, tehát volt olyan, hogy nem is gondoltuk, tehát így a megjelenése alapján, ahogy öltözködve volt, vagy például volt olyan orosz ügyfelünk, egy fiatal ember, aki teljesen átlagosan öltözködve betért, igazából angolul se nagyon tudott, mi nagyon keveset oroszul, és lekérte a polcról az összes cipőt, ami az ő méretében volt, mindegyiket próbálgatta, már ott volt, hogy másfél órája, és hát elég olyan furcsán is viselkedett, de a végén vásárolt több pár cipőt, úgyhogy... Készpénzért, igen. Tehát, hogy vannak ilyenek, hát mondhatnám már azt is, hogy hol vannak ezek a szép idők, mert most itt a Covid, ez sajnos egyáltalán nem kedvez nekünk, mert a külföldiek elmaradnak, nincsenek üzleti tárgyalások, nincsenek esküvők, nincsenek bálok, tehát most egy kicsit... Volt olyan egyébként, aki magasított sarokkal akarta, mert úgy gondolta, hogy volt. Kompenzálja a
méretét, tehát volt ilyen is. Igen, volt olyan is, hogy tehát ugye a magasabb sarokkal, volt olyan, aki azt mondta, hogy tehát nagy volt a lába is, hogy minél keskenyebb peremmel, minél alacsonyabb sarokkal, hogy ne tűnjön olyan nagynak a lába. De olyan is volt, aki, tehát egy angol lord például, ő egy halvány lila színű angolna bőrcipőt rendelt, tehát hogy mindenféle extrémitás volt már, vagy lehet, hogy nem is mindenféle, de nagyon sokféle volt már. Egyébként most jut eszembe, nem is olyan drága a te cipőjét, ha azt veszem, az unokámat 22 éves, 46-os, 47-es lába van, körülbelül hasonló árba kell neki rendelni cipőt, mert egyébként máshol nem is kap. Igaz, a sportméretű cipőt, úgyhogy nem is vagy te olyan. Hát azért, hogy, hát hogyha belegondolunk, hogy pár évvel ezelőtt itt ez az MBT cipő őrület volt, és egy férfi méretű cipő, én is elmentem, megnéztem, 70 ezer forint volt az én méretemben, 43-as méretben egy férfi cipő. 70 ezer forint, beszélünk most körülbelül 7 évvel ezelőttről, tehát akkor volt 70 ezer forint egy pár cipő, és ezek a cipők nem bírták tovább 2 évnél, mert az a gördülő részbe beépített ez a puha anyag, az mind szétmállott. Én tudom, mert nagyon sok javító kollégám panaszkodott, hogy hordják oda nyakra fűre, és nem nagyon van olyan anyag, amivel azt ki tudják helyettesíteni. És akkoriban a mi cipőink voltak ilyen 110 ezer forint körül, ami nem 2 évig tart. És ha a kettőt egymás mellé tesszük, azt hiszem, jó, teljesen más a kettő. Az egyik egy bizonyos tevékenységre szól, mert az nem arról szólt, hogy 24 órán keresztül azt kell hordani. Ez meg megint egy Elárulom neked, hogy most már 71 múltam, és leginkább azokat a cipőket szeretem, amelyeket már előttem hordott valaki, és jól ki van taposva, mert annál kényelmesebb, jobb cipő nem létezik. De még utoljára is utána már ott utad rengeteg, mert látom, hogy itt Budapesten vagy, ugye? Ott igen. Látom, hogy a kocsiba vagy. Emlékszem, én rengeteget, hogy mondjam, amikor vettem egy új cipőt, az első dugom volt a mi időnkben, de erre még nem emlékszem, ezt a fiatal ember vagy, hogy rögtön spicvasat tettünk rá, mert akkor a cipőnek volt értéke. Tehát első hátsó spicvasat, 50 fillér volt körülbelül a darabja, elmentem a Schusterhez, szájába vette a faszöget, és ugye jó csiriszagú illat volt, ottan elbeszélgettünk a háromlábú széken, ült ott, ő is volt a másik, hogy üljek le, és megnéztem, hogy hogy tette fel a spicvasat ezzel. Nem nyertél még le sose ilyen faszöget? Nem, de azért milyen érdekes ez a, hogy nálunk ez a szakmai szokás, ez így megmaradt, ugyanis ezeket a kis apró szegeket, most legyen szó faszegről, vagy sima normál szegről, ugye egyenként vesztük el, kellene elvenni a munkaasztalról, és ütögetni be, és ugye ez sok fölösleges mozdulatot jelent, úgyhogy ezért alakult ki az, hogy egy pár darab szeget összefogva a szájá, tehát nem vetette a szájába, hanem így a szája ajkaival összefogta, és akkor onnan rövidebb volt a távolság, mint állandóan átnyúlni az asztalra, és megszakadt ezzel ugye mindig a munkaművelet. Tehát nem lehetett úgy haladni. És most, hogy ezt így említed, pont a hét elején történt meg velem, hogy egy otthoni munka során egy facsavart kellett behajtanom, és nem jó helyre ment, viszonylag hosszú volt a csavar, behajtottam az akkumulátoros csavarozóval, utána kicsavartam, és mivel tele volt mind a két kezem, ezért fogtam, és bevettem ugyanígy az ajkaim közül. Csak azzal nem számoltam, hogy a csavarozó az gyorsabban csavar, mint én kézzel, és egyszer becsavartam, egyszer vissza, és úgy felforrósodott a csavar, hogy megégettem vele a számot.
Hát akkor nem is kérdeztem a nagy hülyeséget, mint ahogy Nem. gondoltam volna, úgyhogy, de nagyon előttem van a öreg általában, úgy, nekem olyan, mintha ezek a Schuster mindig öregeknek születtek volna, mert fiatalra sose találkoztam, azt hittem, hogy ez egy kifejezetten egy öregeknek való, és tudom hogy jól, hogy Miskolcon a Kazincz utcában, ahol laktam a közelben, ott három volt, és hát mondom, a spicvas ügyben az folyamatosan mentem, és ha elhagytam egyet, akkor azonnal mentem pótolni, mert ugye a cipő az érték volt, és még a másik út, ha találtam egy spicvasat, na ezt te folytatod, mit kell csinálni? Egy ilyen elhagyott spicvasat találtatok, Ezt nem emlékszem? tudom, úgyhogy ezt mondd meg te, mert erre nem Azt tudok most. mondták, hogy spicvasat találsz, akkor meg kell köpködni, és a hátad mögé dobod, és akkor szerencsét hoz. Nagyszerű. Hát ez. Akkor én is mondok egy olyan történetet, amit lehet, hogy egyébként lehet, hogy sokan ismernek, hiszen erről képes alatt is született, és itt a céhekről is, meg mindenről beszélgettünk. Miskolcon annó nagyon sok szakmabeli volt, nem úgy, mint már most, és összeültek a céhbeli mesterek, amikor már 999-en voltak a városban, mert mindig jöttek újabb és újabb mesterek, és kérték a felvételüket a céhbe. És azt mondták, hogy ez már tarthatatlan ez az állapot, nem tudnak megélni, hiszen olyan sokan vannak. És elhatározták, ez olyasmi lehetett, mint ugye mostanában a közgyűlések, elhatározták, hogyha jön az ezredik mester és kéri a felvételit a székbe, agyonütik. És erről képes lat is született, hogy a csizmadia mester böfékelve a pipával vígan sétál Miskolc főutcáján, mellette rogyadozva a segéd viszi a boton a sok csizmát, és oda van írva, hogy a 999. Ezzel sugalva azt, hogy a 999. még vígan sétál az utcán, de jaj lesz az ezredik. Köszönöm a történetet, úgyhogy én nagyon jól szórakoztam, és egyszer majd szeretném személyesen is megnézni a műhelyedet, hogy milyen egy ilyen cipész műhely. Utoljára Sátorhelyen voltam, az ottani cipész KTS-nél, ahol megnéztem, hogy hogy csinálják a parlament kormányőreinek a csizmáját. És annyira megtetszett nekem, ilyen felúzós, hogy rögtön vettem is egy párat. Két párat vettem, bocsánat. Na, minden jó. Várlak szeretettel. Jó utat, Köszönöm. köszönöm szépen a beszélgetést, szervusz. Köszönöm én is, szervusz.